A könyvben 6 mese található arról, miként vészelte át Zsófi a szüleivel a Covidot és az azzal járó karantént. A kötetet megfordítva pedig 6 kalandos vadász mese olvasható. A 12 történetet olyan illusztrációk díszítik, amelyeket gyerekek készítettek. Ez már a szerző 9. mesekönyve. Mindenkinek arra van ideje, amire akarja, és ami fontos számára. Számomra pedig az írás, illetve a gyerekekkel való kommunikáció világéletemben fontos volt. És így nem az, hogy hogyan jut rá időm, hanem igazából emellett mire jut időm, mert ezt szeretem csinálni. Persze nyilván nem ez tölti ki a napjaimat, de ez engem igazából kikapcsol, feldob, egy pozitív töltést ad nekem, illetve főleg az, amikor elolvassák a gyermekek a meséket. A könyvbemutatón Papp Gábor polgármester kiemelte, az író személyisége, közvetlensége, kisugárzása közel áll a gyerekekhez, így történetei a kis olvasók számára teljes mértékben élvezhetők, átérezhetők. Egy ilyen mesekönyv, azon túl, hogy egy mesekönyvet olvasunk, azon túl, hogy a gyerekek segédkeztek benne, tehát részt vettek szerzőként, hiszen illusztrálták és rajzolták a könyvet, azon túl pedig olyan információkat kaphatnak meg, és adhatnak tovább, ami fontos lehet egy ilyen esemény kapcsán, de ugyanezt elmondhatjuk a vadászati kiállítással is. Az új mesekönyv piacon eladott példányaiból származó bevételt süténét üttőbe át a jótékonysági célra, a rászorulók segítésére ajánlja fel.